Sziasztok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik félig farkasok? Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik nem csak félig, hanem részben farkasok? Habár első hallásra a kettő hasonlónak tűnhet, ebben a videóban megbeszéljük, hogy miért nem azok. Mindenki találkozott már a farkas emberrel, mindenki tudja, hogy hogyan néz ki, és több mint valószínű, hogy mindenki úgy gondol rá, mint egy pusztán mitológiában szereplő lényre. Ez részben így is van, viszont itt jön a csavar. A farkas embereknek van két különböző típusa. Az egyik a Lycan, a másik a Werewolf, azaz vérfarkas. Tömören tisztázva a fogalmakat, a Lycan létezik, a vérfarkas nem. A farkasok megítélése az adott század és az abban elfogadott vallás alapján történt. Az ókori görögök leírtak egy történetet, miszerint adott emberek nagyon komolyan lesoványodtak, majd mit ad Isten, csoportokba verődtek, és a korgó gyomor parancsának engedelmeskedve, üvöltözve járták az erdőket. Ez a csoportos erdőtúra magától értetődően élelemszerzés céljából történt. A farkas ókori megítélése az volt, hogy az állat nemes, tisztességes és nem utolsó sorban bölcs. Csak gondolj bele abba, hogy Róma legendás alapítóit, Romulust és Rémust történetesen egy farkas tartotta életben. Sem a görögök, sem pedig a rómaiak nem gondoltak arra, hogy egy mentális betegségben szenvedő embert esetleg gonosznak tituláljanak pusztán azért, mert úgy viselkedik, mint egy farkas. Itt érdemes megemlíteni egy ellenpéldát, ugyanis ha megfigyeled Lokit, az ő egyik gyermeke egy hatalmas farkas. Ez a farkas lesz az, aki megöli Odint. De, amit itt nagyon gyakran elfelejtenek az az, hogy Fenrir alapjáraton az istenek barátja akart lenni, és csak azért lettek ellenségek, mert az istenek becsapták őt. Skull és Hati, a másik változatban maga Fenrir lesz az, aki lenyeli a napot és a holdat. Odin két farkasa, Géri és Fréki, az elesett katonák húsából lakmároznak. Magyarán szólva, a skandináv mitológia farkas kultusza, csak úgy, mint az istenek többsége, meglehetősen negatív. Aztán megtörtént a csoda. Jézus születése, illetve a keresztény vallás létrejöttének következtében a gondolkodásmód teljesen megváltozott. Az alapjáraton rendkívül babonás középkori elmefuttatásokat összehozták a kereszténység szimbólumaival, illetve metaforikus megnyilvánulásaival, és eképpen történt az, hogy a farkast nem csak részint, hanem egyetemesen gonosznak nyilvánították. A farkasokról feltételezték, hogy álnok és kegyetlen lények, ők az emberek ellenségei. Következésképpen mi történt? Megállapították, hogy a farkas a gonosz egyik megtestesült alakja. Gondolj bele! A keresztény vallásban melyik állat jelképezi az ártatlanságot? A bárány. Mi a bárány ellensége? Máshogy kérdezve, mi a bárány ellentéte? Manapság is használatos egy közmondás, miszerint valakivel farkas szemet nézni. A babona úgy tartotta, hogy ha valakivel farkas szemet nézel, akkor megvakulsz. A sámánok elgondolása alapján, ha farkassal álmodsz, akkor megnémulsz. Ha azt hallod, hogy valaki farkas fogra került, az azt jelenti, hogy örökre elveszett. Ha megnézed a gyerekeknek készült meséket, például a piroska és a farkast, azokban az állat mindig gonosz. Miután a farkas gonosz mi volta, minden középkori ember fejében elkezdett fészket rakni, megtörtént a második felvonás. Az oly gyakran emlegetett boszorkányperek kezdete. Senkit ne tévesszem meg, a boszorkányok azóta léteznek, amióta az emberek közösségben élnek. A római törvényekről érdemes tudni, hogy csak a gonosz mágiát büntették, a természetimádást és az ahhoz hasonlókat nem. Az első hivatalos boszorkányper 1275-ben történt. Egy középkorú francia asszony beismerte, pontosabban kikínozták belőle, hogy az ördöggel cimborált. Nagyon lényeges volt jegyzőkönyvbe venni, hogy az ördög félig kígyó, félig farkas alakban látogatta meg. Gondolom senki nem lepődik meg, ha azt mondom, hogy a farkas embereket elátkozták, és az őket elátkozó egyed nem más, mint egy boszorkány. Megalakult egy eszme, melynek keretein belül megfogtak egy adott fajt, jelen esetben a farkast, és azt az ördög cimborájának titulálták. Márpedig ha valakit vagy valamit az ördög barátjának nyilvánítottak, az egyenesen arányos volt azzal, hogy a napjai meg voltak számlálva.
Mint említettem, a farkas embereknek két típusa van. A lükan és a vérfarkas. A lükan nem más, mint egy valóban létező, de mitológiai lényé változtatott ember. Adott egy mikromániás téveszme, melynek értelmében a beteg farkasnak képzeli magát. Ezt a betegséget úgy nevezik, hogy lükantrópia. A szó eredetét mindenképpen elmesélem. Az történt, hogy volt Zeus. Mindenki hatalmas meglepetésére éppen azon volt, hogy egy nővel gyereket készítsen. Csak hogy a nő apja megtudta ezt. Az apját úgy hívták, hogy Lükaón. Lükaón árkádiai király kitalálta, hogy Zeust meghívja vacsorára, ahol a menüt olyan ételekből állítja össze, amiket emberhússal kevert. Az történt, hogy Zeus rájött erre, és büntetésképpen Lükaont egy nagyjából farkassá változtatta. Ebből a történetből született meg egy görög szó, nevezetes lükántroposz, ami szó szerint azt jelenti, hogy farkas ember. A lükántroposz görög szó középkori boszorkányperekben, illetve manapság is használt változata a lükantrópia, amit úgy kell értelmezni, hogy adott ember belenéz a tükörbe, és nem magát látja, hanem egy farkast. Továbbá úgy is viselkedik, mint egy farkas. Négy kézláb közlekedik, liheg, nem képes elviselni a ruhát, üvölt, mi egymás. Egy nagyon komoly mentális problémáról beszélünk. A lükan másik változata a vérfarkas. A vérfarkas az egy az egyben egy mitológiai lény, amit mondjuk úgy, hogy a lükanból csináltak. Mi a különbség? A lükan egy olyan lény, ami részben ember és részben farkas. Itt lesz majd egy spirituális vonatkoztatás is, mindjárt elmondom. A vérfarkas egy ember, aki félig farkassá változik. Tudom, hogy gyakorlatilag ugyanannak tűnik, de nem az. Mindenki tudja, hogy a vérfarkasok megjelenése gyakorlatilag egy dologtól függ. Akkor jelennek meg, amikor teli hold van. Na most a holddal kapcsolatos babonák összessége egészen elképesztő. Először is meg kell érteni, hogy az a mítosz, miszerint a vérfarkasok telihold idején változnak át, legalább annyira helytálló, mint hogy a vámpírok harapással szaporodnak. Az emberek minden megfigyelésüket mindig és mindenkoron a tőlük telhető legjobb tudásuk alapján próbálták értelmezni. A teliholddal kapcsolatos babonák általában negatívak, tehát annak bekövetkeztekor gyakorta valamilyen rossz dolog fog történni. A másik változat szerint a teli hold előhozza az emberek valódi énjét, jelen esetben a farkast. A farkas emberekhez nem csak a teli holdat párosították, hanem a holdfogyatkozást is. Tudnélik, a holdfogyatkozás oka nem más, mint hogy egy kutya, gyakrabban vérfarkas, harapdálja azt. Amikor a hold egyik fele elsötétül, akkor technikailag az történt, hogy egy vérfarkas széttépte. A középkori vérfarkasok átváltozásai leggyakrabban egy átoknak köszönhetően történtek meg, mely csak akkor fog elmúlni, ha legyőzi az átkot kimondó egyedet, vagy megfizeti a, nevezzük úgy, büntetést. Azonban akadtak esetek, amikor bejött a képbe egy konkrét gonosz. Egy bírósági tárgyaláson megkérdezett fiú azt mondta, hogy ő vérfarkas. Amikor megkérdezték, hogy hogyan lett azzá, azt felelte, hogy az erdőben találkozott egy fekete lovon ülő, fekete ruhát viselő férfival. Ez a férfi megcsókolta őt, következésképpen a szolgálatába fogadta. Ezután adott neki egy farkasbőrt, illetve egy kenőcsöt. A használati utasítás szerint holdfogyatkozás bekövetkeztekor kenje be magát a kenőccsel, majd vegye fel a farkasbőrt, és maga is vérfarkassá változik. A kockázatokról és a mellékhatásokról nem esett szó. Itt hozzátenném, hogy az a bizonyos kenőcs farkasfogból készült, ami történetesen egy növény és gyógyítási célokból alkalmazták. Összegezve, a vérfarkas azért néz ki úgy, ahogy, mert megátkozták, vagy nagyon ritkán szándékosan adta magát a gonosz szolgálatába. A teliholdas átváltozásról durván 3 darab feljegyzés maradt, ami igencsak csekély. Ezzel szemben a lükan nem csak félig, hanem részben farkas. Nagyon fontos megérteni, hogy míg a vérfarkas egy félig ember, félig farkas, magyarán egy két lábon járó farkas, addig a lükan egyszerre ember és farkas.
A Lukannak van egy tudományos és egy ezoterikus, avagy azt hiszem, hogy megfogalmazása. A lukantrópiában szenvedő emberek elvárják, hogy a saját képzelőerőnk segítségével képzeljük el, hogy az ő képzeletükben létező alak a mi képzeletünkben is testet öltött. Tehát ők úgy gondolják, hogy a saját elképzelésüket mi is ugyanolyan formában látjuk. Itt jön képbe a spirituális téma. Vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy két testük van. Egy rendes, illetve egy asztrális. Úgy vélik, hogy egyszerre élik egy ember és egy farkas életét. Továbbá képesek választani, hogy éppen mikor melyiket szeretnék használni. Képzeld el, hogy nagyban mész az erdőben, és megtámad egy lukan, egy farkas. Tegyük fel, hogy levágod a bal első mancsát. Akkor gyakorlatilag az történik, hogy a lukan emberi teste úgy szintén elveszti a bal kezét. Összegzésképpen a vérfarkas egy két lábon járó elátkozott ember, aki az esetek túlnyomó többségében akaratán kívül lett azzá. A lukan egy kettős életet élő lény, ami bárhol, bármikor szándékosan cserélheti a testét. Tekintettel arra, hogy mind a kettő szorosan kapcsolódik a mitológiához, nem meglepő a tény, hogy a megölésükkel kapcsolatban is kidolgoztak egy tervet. Hogyan kell megölni egy vérfarkast? Mindenki tudja, ezüsttel. Ha esetleg érdekel, hogy miért éppen ezüsttel, nézd meg ezt a videót. Egy ezüst valamit kell a szívébe, vagy a fejébe döfni. Természetesen számításba kell venni, hogy a vérfarkas megölése az a végső megoldás. Az átok feloldható. A lukan esetében más a helyzet. Azt nem tudod ezüsttel megölni. Csak és kizárólag úgy, hogy kitéped a gerincét. Feltételezték, hogy a gerinc eltávolításának következtében nem lesz képes testet cserélni. Meg kell hagyni, gyanús, hogy nem lesz. Érdemes megfigyelni, hogy mind a lukan, mind pedig a vérfarkas általában férfi. Nagyon elszórtan találkozhatunk vérfarkas nőkkel, azonban ők ritkák. Ennek az oka nem más, mint hogy a nőket nem a vad és vérszomjas magatartással állították párhuzamba, hanem a félénkkel és az alattomossal. A boszorkányokról tudni kell, hogy nem csak hogy ők felelősek az emberek vérfarkassá változtatásáért, de ugyanakkor mivel ők is az ördög segédei, képesek saját alakváltásra is. Ez az alakváltás nem más, mint hogy átváltoznak macskává. Ezek a macskák az esetek többségében feketék, és a fő eledelük a csecsemőhús. A középkorban rengeteg olyan mozgalom volt, amelyek során mindent elkövettek, hogy adott fajt, csoportot vagy közösséget elpusztítsanak. Azonban tagadhatatlan az, hogy a farkasok, illetve a farkas emberek iránti gyűlölet esetenként jogos volt. 1589-ben egy német úriember, bizonyos Péter Stump, bevallotta, hogy időről időre farkassá változik, továbbá azt is, hogy mindaddig több mint 10 gyereket és két várandós asszonyt elfogyasztott. 1764 és 1767 között a Le Bédu Gévaudan, avagy a Gévaudani bestia, Dél-Franciaországban megközelítőleg 100 emberrel végzett. Egyetlen farkas durván 100 embert megölt. Az nem gyenge. A farkas emberek módszeres üldözése a 18. század elején véget ért. Azonban a farkasok iránti gyűlöletet, habár gyakran csak hobbi szinten, de még nagyon sokáig művelték. A manapság forgalomban lévő mesékben párhuzamot vontak a sárkány, illetve a farkas között, melynek eredményeképpen mindkét lénynek az a szerepe, hogy valaki megölje őket, majd ennek következtében hőssé váljon. Szóval ez lett volna a farkas emberek története. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! A Kraken, avagy eredeti nevén szólítva a Krák, egy egészen elképesztő történet. Feltételezem mindenki kíváncsi rá, hogy amikor a valóban létezik kérdés elhangzik, mégis mit fogok válaszolni? A válaszom igen, létezik. Ha a történet végén azt mondanád, hogy de hát én azt mondtam, hogy létezik, akkor a kérdésben mindenképpen szükségeltetik egy apró pontosítás. Történt egyszer, hogy volt egy úriember,
úgy hívták, hogy Brandanus. Brandanus a 6. században élt Írországban. Írországnak van egy nagyon fontos tulajdonsága, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Kraken legendás története megszülessen. Körbeveszi a tenger. Brandanus mondjuk, hogy munkamániás volt, és a szabadidejét azzal töltötte, hogy kolostorokat hozott létre. Ezeket a kolostorokat benépesítette különféle barátokkal, és ennek következtében szentté avatták. Szent Brandanus történetét pontosan azok a barátok vetették papírra, akiket ő maga hozott a kolostorokba. Az említett barátok írtak egy könyvet, amivel hosszú ideig nem foglalkozott senki, de aztán 1471-ben a nyomda feltalálását követően a Német-Római Birodalomban ezt is kinyomtatták. A történet szerint az volt, hogy Szent Brandanusnak egyszer ajándékoztak egy könyvet. Ez a könyv a tengerben megtalálható csodákról szólt, viszont Brandanus azt mondta, hogy csupa ostobaság. Fogta magát és a könyvet belehajította a tűzbe. Na ez hiba volt, ugyanis megjelent egy angyal és eképpen beszélt. Brandanus, miért dobtad tűzbe az igazságot? Az Úr még nagyobb csodatételekre is képes, mint amilyenekről olvastál. Hitetlenségedért vezeklésül hajóra fogsz szállni, és 9 évig fogsz bolyongani a tengeren, hogy tulajdon szemeddel lásd mindazt, amit a tűzbe vetettél. Brandanus 9 évig tartó tengeri utazása az technikailag olyan, mint a keresztény odüsszeia. Tehát az történik, hogy egymás után jönnek a megpróbáltatások, találkozik különböző lényekkel, csak itt éppenséggel arról van szó, hogy nem a küklopszal meg kecskékkel találják szembe magukat, hanem egyebekkel. Ezek az egyebek nem mások, mint szerzetesek, papok, szirének, ördögök, disznóemberek és angyalok. Találkoznak még magával Júdással, és nem utolsó sorban Luciferrel is. Már 4,5 hónapja nem láttak egyebet, mint vizet, de még mindig semmi csoda. Aztán hirtelen felbukkant előttük egy sziget, amely sziget mondhatni mesébe illő volt. Nagyon fontos, hogy volt rajta egy erdő. Az erdőben található fák voltak azok, amik Brandanust meg a matrózait odacsábították. Kitalálták, hogy tüzelőfát gyűjtenek, majd ott töltik az éjszakát. Igen ám, de alig vágták fejszéjüket az első fába, egyszerre csak sem erdő, sem sziget, mindenütt csak a tenger. A sziget eltűnt. Szent Brandanus eképpen beszélt. Íme, megleltem az első igazságot. Erről a halról beszélt a könyv. Milyen idős lehet ez, hogy erdő nőtt a hátán? Szent Brandanus történetét itt most befejezzük, és átadjuk a szót egy dán orvosnak. A szóban forgó úriember neve Thomas Bartholinus. Thomas Bartholinus a 17. században tevékenykedett, és a korának egyik legnagyobb tudósa volt. Az anatómia történetéről írt könyvében külön fejezetet szentelt ennek a bizonyos szigetnek. Thomas leírása szerint, amikor a szent férfiú megpillantotta a nagy hal szigetnek látszó hátát, elhatározta, hogy az Úrnak szenteli. Oltárt emelt, és misét tartott rajta. Az állat érezte, hogy valami csiklandozza a hátát, de bevárta a mise végét, s csak aztán merült a víz alá. Tehát eddig tudjuk azt, hogy van egy rettentő kulturált hal, aminek a háta az gyakorlatilag egy sziget. Thomas Bartholinus ugyanakkor azt is leírja, hogy ebből a halból az egész világon mindösszesen 2 létezett, és a teremtő úgy határozta meg, hogy ne tudjanak szaporodni. Ugyanis ha ez a 2 hatalmas hal szaporodásba kezdene, a végén még az történhetne, hogy a tengerből kiszorítanák az összes vizet. Az állat nagyon sokáig csak az északi népek tengerész történeteiben létezett. Mivel nemrégiben sokatok megismerte a skandináv mitológiában szereplő világkígyót, mindenképpen hozzáteszem, hogy a Kraken és Jörmungand az gyakorta egy és ugyanaz volt. A Kraken tudományos mivoltával először egy szintén dán úriember foglalkozott. A neve Erik Pontoppidan, a rangjára való tekintettel bergeni püspök. 1752-ben kiadott egy könyvet, aminek a címe Norvégia természetrajza.
Erik Pontoppidan azt csinálta, hogy összegyűjtötte a norvég halászok mondjuk úgy tanúvallomásait, és levonta a következtetéseket. Mondhatnánk úgy is, hogy készített egy hivatalos definíciót. A kraken másfél mérföld hosszú, és a 10-15 méter hosszú csápjaival a legnagyobb hajókat is képes megragadni és lerántani a mélybe. Leírja továbbá a kraken egyik szokását, miszerint a hal a nedvével zavarossá teszi a tengert, és ebből ered a feltételezés, miszerint egy hatalmas polipról beszélünk. A gerince szigetként emelkedik ki a vízből. A definíció végén megtalálható az is, hogy az úszó szigetek mindig krakenek. A történet kerekségéért elmondok egy ilyen tanúvallomást. Londonban történt a következő. Előttem John Blaine, a Booth szigetek főbiztosa előtt 1775. április 22-én megjelent Robert Jameson, tisztes hírű férfi. Miután vallomására az esküt letette, a következőket adta elő. Az előző évi augusztus 10. napján Janet nevű halászbárkájával Glasgow kikötőjéből kiindult a tengerre. Egyszerre egyik embere figyelmeztette, hogy mintegy 3 mérföldnyire egy sziget látszik, amely azelőtt nem volt ott. Csak ugyan tisztán látható volt egy körülbelül másfél mérföld hosszúságú sziget. Szélességét nem tudta megbecsülni, mert 5-6 perc múlva a sziget lassan alámerült. Aztán ismét felbukkant, majd újra le. Ez kétszer megismételte, végre teljesen eltűnt a szeme elől. A jelenség mintegy 24 percig tartott. Kívüle a hajó 9 főnyi legénysége is látta. Megkérdeztetvén, hogy hallott-e valamit a kraken nevű tengeri állatról, azt felelte, hogy csak mostanában hallott, akkoriban még nem tudott róla semmit. Azonban nem a dánok, nem a norvégok és nem is a svédek voltak azok, akik tudományosan elfogadható magyarázattal szolgáltak. A kraken legendájával kapcsolatban egy német úriember volt az, aki megfejtette a titkot. A német úriember neve Johann Georg Krünitz. Johann írt egy enciklopédiát, az Ökonomische Enciklopédit, amiben elmagyarázta, hogy hogyan keletkezett a kraken. Az előbb hallott Jameson tanúvallomásához azt írja, hogy annak egyszerű a magyarázata. Tudnélik, bizonyos irányú és erejű szelek hatására apály idején a víz a szokottnál mélyebbre húzódik vissza, és a sekély vízből előtűnnek addig rejtett sziklazátonyok. Ha megindult a dagály, a hullámok megint átcsapnak rajta, és ez távolról csak ugyanazt a látszatot kelti, hogy egy óriási test emelkedik ki a vízből, majd megint alásüllyed. Érzékcsalódást okozhatnak az úszó szigetek is. A hajók olykor találkozhatnak igen nagy terjedelmű úszó tömegekkel, amikre a babonás tengerész rámondhatta, hogy íme a kraken. Pedig nem egyéb az, mint a szárazföldről leszakadt partrész, amit a viharok és a tengeráramlatok egy darabig sodornak, aztán alásüllyed és többé hírét sem hallani. A képzelet dagája egybesodort úszószigetet, felfelbukkanó sziklazátonyt, óriás polipot, még hatalmasabb cetet, szentek legendáit, tengerészbabonákat, majd a tudományos világ felé kiöklendezte a krakent. Az utolsó kraken támadás meglepő módon 2003. januárjában történt. Egy francia hajó veterán kapitánya, bizonyos Olivier de Kerzuson azt mondta a sajtónak, hogy az indulása előtt néhány órával egy ilyen szörny megragadta a hajótestet, és erősen belekapaszkodott. Állítása szerint, amikor a hajó megállt, a szörnyeteg elengedte a zsákmányát, majd eltűnt. Visszatérve a videó elejére, valóban létezik a kraken? Igen. A kraken valóban egy óriás polip? Nem. Nagyon fontos megérteni, hogy amikor egy tengerész legendáról beszélünk, akkor mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy a tengeri viharok csodákra képesek. Az egyszerű ember olyan dolgokat is megpillant, amik valójában soha nem voltak ott, vagy csak nem olyan formában. Ez nem jelenti azt, hogy a tengerészek, akik azt állítják, hogy találkoztak a szörnyeteggel, ostobák lennének.
egészen egyszerűen ők is emberek. Szóval ez lett volna Kraken legendás története. Mivel látom, hogy igényelitek, legközelebb megbeszéljük, hogy mi volt az a bolygó hollandi. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! A bolygó hollandi az a szellemhajók archetipusa, és rögtön szembe tűnik, hogy a szellemhajók az többes szám, mert több is van. Az Egyesült Államok haditengerészete 1894-ben készített egy tanulmányt, amelyben leírják, hogy az Atlanti óceánon 1887 és 1893 között nem kevesebb, mint 1628 szellemhajóval találkoztak. Ennek az 1628 kísértett hajónak van egy nagyon fontos közös tulajdonsága. Valamilyen formában mindegyik hajó történetét a bolygó hollandi inspirálta. Tehát ennek tudatában mindenki el tudja képzelni, hogy mekkora jelenségről beszélünk. De mi az a bolygó hollandi? Először is szögezzük le azt, hogy ahány matróz, annyiféle verzió. Minden egyes tengeri medvének volt egy saját, gyakorta különböző története arról, hogy egyszer váratlanul felbukkant egy hajó, amelynek nem volt legénysége. A hajó váratlan felbukkanását követően rövidesen, nem kevésbé váratlanul köddé vált. A kiterjedt kalózkodás korában, a 17. században vagyunk, egy holland kapitány, bizonyos Bernard Focke, más történetekben Falkenburg híressé vált. Mitől lett híres? Kérlek szépen attól, hogy az Amsterdam és az indonéziai Jáva-sziget közötti útvonalat minden egyes alkalommal ördögi gyorsasággal tette meg. A földközi tengeren és az Atlanti óceánon tevékenykedő berber kalózok igyekeztek, de soha nem tudták utolérni. Tehát a száguldozó holland kapitány történetét kocsmáról kocsmára egyre másra elmesélték. És lásd csodát, legendává lett. A holland kalózok úgy szintén megismerték a honfitársuk históriáját, és Bernard Focke történetét hamarosan kibővítették. Miszerint a gyorsaságának a titka nem más, mint hogy szövetséget kötött az ördöggel. Ezt a későbbiekben úgy mesélték, hogy maga az ördög volt az, aki megkaparintotta a kapitány lelkét. Talán így is volt, talán nem, de egy biztos, az ördög tette Isten fülébe jutott, aki haragossá vált, és a holland hajót a kapitánnyal meg a teljes legénységével együtt örök bolyongásra ítélte a tengeren. Néhány évvel később ugyanezek a berber kalózok voltak azok, akik egy nagy viharban megpillantották a kísértett hajót. És ami nagyon fontos, minden egyes kalózra, amely megpillantotta, a biztos halál várt. Az elátkozott kísértett hajó története a matrózok szájhagyományából indult és az írásos hagyományban végezte. A bolygó hollandiról készített első írásos munka 1795-ben keletkezett. Egy ír származású tolvaj, bizonyos George Barrington írt egy könyvet, aminek a címe Utazás Botany Bay-be. Az Utazás Botany Bay-be 6. fejezetében leírja, hogy mi történt a szóban forgó hajóval. Évekkel ezelőtt egy holland hadihajónak nyoma veszett a jó reménység foknál, és egyetlen lélek sem menekült meg. A kísérő hajó megbirkózott minden nehézséggel, és egy idő után megérkezett Fokvárosba. Miután helyrehozták a károkat, visszaindult Európa felé, és szinte ugyanazon a hosszúsági körön dühöngő viharba került. Az éjszaka folyamán a legénység néhány tagja látott, vagy látni vélt egy teljes vitorlával feléjük közeledő hajót, mely mintha meg akarta volna őket támadni. Az egyikük állította, hogy kísértetiesen hasonlított az eltűnt hajóra. Amint hajnalodni kezdett, a tárgy, mint egy sűrű és sötét felhő, kezdett eltűnni. A tengerészek rémülete csak akkor hagyott a láb, amikor beértek a kikötőbe. Földet érésük után a történetük futótűzként terjedt, és az állítólagos kísértetet a bolygó hollandi néven emlegették.
A jó reménység fokával kapcsolatban nagyon fontos, hogy mindenki ismeri, földrajzórán tanultuk. De amit földrajzórán nem tanítottak meg az az, hogy a jó reménység fok, Cabo de Buena Esperanza eredeti neve az volt, hogy viharfok, Cabo Tormentoso. Azért nevezték viharfoknak, ugyanis a környékén hatalmas viharok voltak. Mi meglepő? A bolygó hollandi utazás Botany Bay-be változata csak az egyik, van még kettő. A második történet szerint az volt, hogy a 17. század táján élt egy istentelen holland kapitány. A neve Van Straete. Mindig csak azon volt, hogy fitoktassa a hitetlenségét, és egy nagypénteki napon történt, hogy ahelyett, hogy a templomba ment volna, csak azért is kifutott a kikötőből. Soha nem tért vissza. Ítélet napjáig bolyong a tengeren, és a tengerész babona azt tartja, hogy aki találkozik vele, azt veszedelem éri. A harmadik változat a következő. 1821-ben megjelent egy kalózregény, aminek az a neve, hogy a floridai kalóz. Ebben a regényben volt egy kalózkapitány, bizonyos Van der Decken. Van der Deckennek a viharfokot kellett volna megkerülnie, de egy hatalmas szélvihar visszatartotta. Erre hangosan elkáromkodta magát, és azt mondta, hogy ő már pedig nem tágít, még ha ítélet napjáig kell is a szelekkel verekednie. Szerencsétlenség történt, ugyanis a felsőbb hatalmak szaván fogták, és azóta folyton folyvást a viharfok körül kóvályog, vagy másfajta, de a hajózásra mindenképpen veszélyes vizeken. A bolygó hollandit ugyanakkor értelmezhetjük úgy is, mint a bolygó zsidó meséjének pár darabját. Ez a neve, hogy bolygó zsidó. A bolygó zsidónak az a sorsa, hogy a hajójával folyton folyvást a tengeren bolyongjon. Semmilyen fajta vihar őt meg ne sebezze, és nem utolsó sorban arra, hogy az utolsó ítélet napjáig hajózzon. Egyesek bizton állították, hogy Észak-Skóciánál megjelent egy vitorlás hajó, amely Izrael 12 törzsének zászlaját viselte. Feltételezem, mindenkiben felmerült a kérdés, hogy ezek hitelesnek tekinthetők-e. Mondjuk. Azonban van még egy úriember, akinek a beszámolóját mindenképpen érdemes figyelembe venni. A szellemhajót ezúttal az amerikai kontinens déli végén, a Horn-foknál látták. A szemtanú nem más, mint Viktória királynő unokája, Anglia elkövetkező királya, 5. György. 5. György 1881. július 11. napján a következőt írta a hajónaplóba. Hajnali 4 órakor a bolygó hollandi haladt el mellettünk. Sajátságos vörös fényt láttunk, ami kísértetiesen világított meg egy hajót. Tisztán látszottak a tőlünk mintegy 200 méternyire lévő brig árbócai, vitorlarudjai és vitorlái. Olyannyira, hogy a mi előárbócunkon figyelő őrszem hangosan lekiáltott. Hajó, ahoj! Látta az ügyeletes tiszt is, valamint több kadét és matróz, összesen 13-an. Az a matróz, aki elsőnek látta meg a bolygó hollandit, pár óra múlva lezuhant az árbócról, és halálra zúzta magát. Mielőtt elrontanám a hangulatot és rátérnénk a tudományos magyarázatra, mindenképpen megválaszolok néhány kérdést. Feltételezem, hogy a bolygó hollandival a többségetek először a Karib-tenger kalózai filmekben találkozott. Az első kérdés, mi a helyzet a kapitánnyal? Ki volt az a Davy Jones? Ha a bolygó hollandit elfogadjuk, mint létező objektumot, akkor úgy fogalmaznék, hogy Davy Jones csak egy kitalált karakter. Egyetlen egy legendában sem említik, tehát az, hogy ő a kapitány, mindösszesen a filmekben történt. Mi a helyzet azzal, hogy Davy Jones szerelmes volt? Na ez lényeges, ugyanis ha van egy legenda, ami egy átkozott hajó átkozott kapitányáról szól, természetesen elengedhetetlen az, hogy a történetbe behozzanak egy nőt. Az angol színházakban a 19. század közepétől úgy adták elő a darabot, hogy az a bizonyos nő képes megváltani a kapitányt. De ha a hajó örökké tartó bolyongásra van ítélve, akkor a kapitány képtelen lenne kapcsolatba kerülni egy nővel. Igaz? Logikus? Hát az nem úgy volt, ugyanis addig-addig csavarták, amíg kiderült, hogy a hajó örökké tartó bolyongása az pontatlan, ugyanis 7 évente egy napra kiköthet. Ha a kapitány talál magának egy nőt,
Aki elfogadja őt, mint istentelen és átkozott férfit, akkor az a bizonyos átok megtörik. Minek volt erre szükség? Azért, mert a férfiak kapzsiságát nagyon szerették az asszonyi hűség motívumával kompenzálni. Na most ugye manapság a szerepek felcserélődtek, de akkoriban egy operaszínházban igencsak kedvelték. Mi a helyzet a legénységgel? A legenda legtöbbször emlegetett változata szerint a bolygó Hollandinak nincs legénysége, csak a kapitány. Hogyha a kevésbé emlegetett verziót nézzük, akkor a kapitányon kívül van még három matróz. Na és akkor elmagyarázom, hogy hogyan keletkeznek a kísértett hajók. Történt egyszer, hogy egy Owen nevű angol hajóskapitány a jó reménység fokatáján hajózott, és éppen azon volt, hogy befusson a kikötőbe. De aztán hirtelen feltűnt előtte egy ismert angol hadihajó, amely teljesen egyértelműen pontosan ugyanabba a kikötőbe tartott. Owen kapitány a kikötőbe vitte a hajóját, és várta, hogy megérkezzen a hadihajó is. De az nem érkezett meg. Teltek az órák, teltek a napok, elmúlt egy egész hét. Aztán egyszer csak megérkezett. Kiderült, hogy az angol hadihajó hozzá képest nem kevesebb, mint 300 tengeri mérföldnyire volt. Valahol a látóhatár szélén feltűnik egy hajó. Nem roncs, teljesen egész. A vitorláit duzzasztja a szél, a fedélzetén legénység futkos, a kapitánya fenn a parancsnoki hídon. De a jelenés egyszerre csak eloszlik, és semmivé lesz. Mire gondol az ember? Szellemhajó. Viszont ezt az optikai jelenséget úgy nevezzük, hogy Fata Morgana, avagy a vizek déli bábja. A Fata Morgana nem más, mint a hőmérsékletváltozás következtében kialakuló, a hideg éjszakák után a nyugodt tengeren megfigyelhető természeti jelenség. Ez pontos magyarázattal szolgál arra, hogy a bolygó Hollandit miért írják le úgy, mint egy óriási, fényben úszó hajót, amely a víz felett lebeg. Itt hozzátenném, hogyha a bolygó hollandi névnek nem látnád értelmét, nincs is. Az angol neve az, hogy Flying Dutchman, ami tükörfordításban annyit jelent, hogy repülő holland. Esetleg lebegő holland. A másik lehetséges opció a fénytörés. A fénytörés az technikailag annyi, hogy adott hajó legénysége a háborgó vízfelszínen nagyon rövid időre, de megpillanthatja a saját hajójának tükröződését. A rossz időjárási viszonyok, a babonás magatartás, az alkohol, a matrózok félelme, meg persze a természet játéka egybefonódott, és így születtek meg a kísértett hajók. Szóval ez lett volna a bolygó hollandi története. Így a végére még mindenképpen megválaszolnék egy kérdést, miszerint mi köze van a bolygó hollandinak a Krakenhez? Semmi. Nagyon maximum annyi, hogy mind a kettőt a tengerészek látták. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Mi az a főnix madár? Nos, örülök, hogy kérdezed! Kedvét a halálban leli mindörökre, mert a halál csak és újjászületése. Ő a saját fia, apja s örököse, bábája, önmaga csecsszopó kisdede. Mindig is önmaga, de nem saját mása, örök létet fakaszt, jóságos halála. A főnix madár egy mitológiai lény. Csak hogy mindenkinek legyen egy nagyjából elképzelése a madár szerepének nagyságáról, benne van a görög, a római, az egyiptomi, a perzsa, a muszlim, a keresztény, a skandináv és még a kínai mitológiában is. A főnix egyszerre nevezhető jelképnek és eszmének, szimbólumnak és gondolatnak, halhatatlanságnak vagy örökkévalóságnak. Nagyon fontos megérteni, hogy a madár, mint szimbólum, az viszonylag sokoldalú. A főnix minden szempontból pozitív, de ha mondjuk szemügyre vesszük a sziréneket vagy a hárpiákat, amelyek mindketten a madarak csoportjába tartoznak, ők gonoszak. A szárnyaló madarat gyakorlatilag egyetemesen elfogadták úgy, mint a szabadság szimbólumát. Ugyanakkor a kalitkába zárt vagy sebesült madár a rabságot vagy a rabszolgaságot jelképezi.
A kelta druidák úgy gondolták, hogy a fekete rigó képes átmenni a túlvilágra, következésképpen segítőnek fogadták fel azt. De térjünk vissza a témához. A főnix madár kinézetével kapcsolatban soha senki nem jelentkezett, aki a tulajdon szemével látta volna, de valamennyi leírás egyetért abban, hogy gyönyörű. Olyasmi, mint a paradicsom madár, de a méreteire való tekintettel akkora, mint egy sas. A feje és nyaka arany, a mellét fedő pihék tüzes kékek, a teste többi részét piros, zöld és sárga tollak borítják. A farka rózsa és bíbor színű. Fontos tulajdonságai közé tartozik még az is, hogy a hangja dallamos. Az általunk ismeretes főnix elnevezés az görög. Van egy mítosz, miszerint a madarat maga Hérodotosz nevezte el főnixnek, ugyanis a pálmafákon szeretett megpihenni. Tehát Hérodotosz azt mondta, hogy ennek a madárnak a neve innentől kezdve Phoenix, ami azt jelenti, hogy pálma. Aztán megjelent később egy úriember, akiről mindjárt beszélünk még, de úgy hívták, hogy Lactantius. Lactantius a következőket írta. Könnyedén felrebben a nagyfa csúcsára, hogy a liget zöldjét felülről strázsálja. Szíriába lendülsz, Főniciát nézed, rólad nevezték el, aki mást vél, téved. Tehát Főniciából lett a főnix, de a történetünk Egyiptomban kezdődik. Az egyiptomi mitológia teremtés mítoszában az történt, hogy volt egy madár. Ez a madár folyamatosan repült, és egyszer csak elfáradt, és megpihent egy kövön. És itt jön a lényeg, a madár sírni kezdett, és az ő sírása elindította a teremtést. A másik verzió szerint a madár az őstengerből kiemelkedő első lény, ami csak úgy, mint az előbb, elkezdett sírni és elindította a teremtést. Ezt a madarat korszakoktól függően máshogy értelmezték, de úgy nevezték, hogy Bennu. Itt van nekünk ez a kép. Mindenki azt lát bele, amit akar, de ami biztos az az, hogy az egyiptomiak ezt úgy értelmezték, mint az újjászületést. Miért? Ugyanis az történik, hogy reggel keleten felkel a nap, elvégzi a nappali kötelességét, és este olyan elképesztő vérpiros tűzcsóvákkal távozik, mint ha felgyújtotta volna a sivatagot, és az égboltot annak a lángjai festenék vörösre. Az ősidők emberének képzelete könnyen úgy magyarázhatta ezt a lenyűgöző látványt, hogy íme, a nap megég a saját tüzében, majd másnap újra életre kel. Tehát eddig tudjuk azt, hogy a Bennu madár önteremtő. A Bennu név jelentése fénylik, felkel, vagy csak simán fény. Tudjuk azt is, hogy a nap, mint égi test, minden nap elégeti magát, és minden alkalommal újjászületik. Az egyiptomiak hite szerint egy lény azzal tette nyilvánvalóvá isteni mi voltát, hogy feltámadt a halálból. Az ókori egyiptomiak úgy gondolták, hogy a halál az nem más, mint az új élet megszületése. És itt jön a lényeg. A halottak könyve alapján a Bennu madarat, mint szimbólumot, azonosították egyszer, az esthajnal csillaggal, azaz a Vénusszal. Máskor konkrét istenekkel, mint például Osiris vagy Atum. És ami nagyon fontos, a Bennu madár szimbolizálja még magát a napistent, magát Rét is. Ré napistenről jelen pillanatban annyit kell tudni, hogy ez most nagyon meglepő lesz, önmagából született. Tehát ha a Bennu madár, a teremtés és a fény magát a napistent jelképezi, aki önmagából született, és minden alkalommal elpusztul, majd újjá születik, akkor mindenki összetudja rakni, hogy hogyan keletkezett-e meg ábrázatos lény. Meddig él a főnix? 540, 652, 1461 vagy 15294 évig. Attól függ, hogy kit kérdezel. Hogyan hal meg a főnix? Egyiptomban van egy város, amit úgy hívnak, hogy Heliopolis. Az egyiptomiak úgy nevezik, hogy Junu. Ez a város Ré napisten kultuszának központja. Hoppá. Volt egy úriember, akit az előbb említettem, nevezetes Lactantius. Lactantius, avagy a keresztény Cicero volt az, aki a főnixet összekötötte a kereszténységgel. Erről mindjárt beszélünk is, de az ő leírása az egészen elképesztő. Először is az történik, hogy a főnix megérzi az életének végét. Íme a madár mostan fészket rak magának,
ezt határozta meg saját sírhalmának. Meg akar hát halni élet érdekében, aztán föltámadni földi rejtekében. Bele is hanyatlik illatos fészkébe, átváltozást várva élete végére. Illatos sírboltban lelkét kileheli, halál miatt gond őt végképp nem terheli. Távoli mennyekből fényes tüzet kapott, s így egy régi testet hamuvá porlasztott. Ezt a hamut a nap szeretett tüzével csomóvá formálja, magzatnak veszi fel. Ápolja, gondozza, melengeti, s végül madár keletkezik, lábak, szárnyak nélkül. Ez az első termék, szinte kukac ez még, vakítóan fehér, csillog, mint a hűs jég. Gyorsan növekedik, idejét betartja, begubózik mostan pontos időpontra. Formája hosszúkás, olyan, mint a tojás. Érdekes az ötlet, ez a külön fogás. Burka most felpattan, főnix lepke rebben, noha tollak nélkül, madár látszik ebben. Ezután az történik, hogy a régi főnix maradványait összeszedi, megformál egy olyan tojást, ezt a csőrébe veszi, és elrepül Heliopolisba. Ott a maradványokat lerakja az oltárra. Nagyon fontos kiemelnem, hogy ebben a verzióban a főnix madár magát a napot kéri meg, hogy segítsen neki. Tehát amikor azt írja, hogy távoli mennyekből fényes tüzet kapott, az azt jelenti, hogy megkérte a napot, hogy gyújtsa fel. Ez csak az egyik verzió. A többiben az történik, hogy a madár konkrétan Ré oltárán ég el, illetve olyan verzió is van, hogy saját magát gyújtja fel. Van-e a főnixnek neme? Mi boldog madarunk, ez a sorsa s vége, Isten ajándéka, újjászületése. Neme semlegese, férfie vagy nőe, Vénuszhoz így örvend, nem volt semmi köze. És elérkeztünk a keresztény kapcsolathoz. Urens revivisco milares, elég vén évezredekre újjáéledek. Az utolsó keresztény üldözés teljesen véletlenül pontosan akkor volt, amikor az előbb említett Lactantius összehozta a főnixet meg Krisztust. A kereszténység akkoriban nagyon nagy bajban volt, tehát kellett valami kis plusz. Ez a kis plusz a következő. Mennyek tűzmadara, Krisztus, a jó s tiszta, szintén magányos volt, ez volt földi sorsa. Halála óráján, mint sas, győzött le poklot, haláltermészetet, bűnt, s mindent mi romlott. A kereszten függött mind a haláláig, majd balzsamos kendőkben vitték sírboltjáig. Így feküdte Főnix napokig sírjában, míg nem harmadnapon feltámadt pompásan. Lactantius nem csak hogy összehozta a Főnixet meg a kereszténységet, de nem tudom, hogy tudta-e, a paradicsomban a Főnix volt az egyetlen lény, akit a tiltott fa gyümölcse nem kísértett meg. Ezért nem csak, hogy Jézus Krisztus jelképévé vált, de az Úr jóvoltából képes lett a feltámadásra. Ha kicsit tovább megyünk, a skandináv mitológiában is jelen van, ha nem is vettük eddig észre, de ő az Yggdrasil koronáján tanyázó névtelen sas. Mivel a folyamatos újjászületés összhangban van a skandinávok világképével, a főnix északi mitológiában történő elhelyezése teljesen jogos. A kínai mitológiában a főnix Feng Huang egy olyan madár, amely fácán alakú, színes a tolla, illetve az éneke egyszerűen csodálatos. A kínaiak számára a főnix az nem más, mint a béke és a jólét jelképe. A rómaiak úgy gondolták, hogy a halhatatlan madár az maga Róma. A görögök számára annyira fontos volt, hogy amikor a madár fürdött, mert hát ugye neki is tisztálkodni kell néha, maga Apollón is megállt, hogy az énekét hallgassa. A perzsák úgy gondolták, hogy a főnix az nem más, mint Szimurg. Szimurg annyira gyönyörű, hogy még a pávát és a fácánt is megszégyeníti. Nem mellesleg kerek 1700 évig él, és ha úgy érzi, hogy eljött az életének vége, a főnixhez hasonlóan elégeti magát. Szóval ez lett volna a legendás főnix madár története. Az egyiptomiak kitalálták, a görögök meg mindenki más átvette, manapság pedig Jézus, meg persze a feltámadás jelképe. A videó végén mindenképpen szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni mindenkinek, aki nem csak hogy elolvasta a bejegyzésem, de cselekedett is.
Rettentő hálás vagyok mindenkinek, tényleg. Annyit tennék hozzá, hogy ezt már a bejegyzésben átírtam, hogy magát a hashtaget, tehát ezt a kis kerítés jelet ne tegyük oda. Mindösszesen annyivel a probléma, hogy a YouTube úgy kezeli, mint egy linket. Tehát amikor egy videó komment szekciójába bekerül egyszerre 200 darab link, elkezdi őket úgy kezelni, mint a spamet. Szóval magát a hashtaget azt felejtsük el, de ezen kívül minden a leírtak szerint marad. Még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, és köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tegyük fel, hogy szembe jön veled egy krokodil. Mi fog történni? Egyértelmű, menekülsz. Tisztában vagy azzal, hogy a krokodil az veszélyes. A sárkányok születése pusztán annyiban különbözik, hogy régen nem voltak állatkertek. Tehát kézenfogható információ hiányában az egyszerű ember fogta magát és életre keltette a képzeletét. Adott nekünk legalább három állat. A kígyó, a komodói varánusz, illetve a krokodil. Ezek az állatok régen sokkal elterjedtebbek voltak, mint manapság. Sokkal nagyobb esély volt arra, hogy valaki találkozzon velük, és egy kis alkohol, vagy csak szimplán a halálfélelem következtében, mondjuk a kígyóra rakjon néhány szárnyat. A legelső sárkányok kérdés az egy kényes téma. Az első sárkányok szülőhelyét lehetetlen pontosan megmondani, szóval Mezopotámia és Kína. Tehát nem vagy-vagy, hanem és. A kínai és mezopotámiai sárkánykultusz időszámításunk előtt durván 2500-ban már létezik. Magyarul az első sárkányok idősebbek, mint a gízai piramisok. Itt felmerülhet a kérdés, hogy de hát mi a helyzet Egyiptommal. Mindjárt elmondom. Mi az, hogy sárkány? Feltételezem, hogy itt most valami nagyon pontos definíciót vársz, viszont az a nagy helyzet, hogy ahány ország annyiféle sárkány. Azonban az egyszerűség kedvéért muszáj lesz őket kategorizálni. Egyezzünk meg abban, hogy van keleti, meg van nyugati sárkány. A keleti, pontosabban a távol-keleti sárkány az a nyugati, tökéletes reciproka. A kínai sárkány nemes, mondhatni isteni lény, akit a kínai emberek olyan szinten tisztelnek, hogy az egyik szent állatuknak választották. A klasszikus kínai sárkány az roppant izgalmas, ugyanis a kész halmaz állapotát 9 részegység alkotja. Megtalálható benne a teve vagy ló feje, a szarvas agancsa, a démon szeme, a kígyó nyaka, a kagyló esetleg csiga hasa, a ponty pikkelye, a sas karma, a tigris lába, illetve a tehén füle. Egy szelíd és jóságos lényről beszélünk, aminek az egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy uralmában tartja az időjárást. A kínai emberek elgondolása szerint az 5 őselem az 5 különböző sárkány. A sárkány dönti el például azt, hogy mikor fog esni, mikor lesz vihar, vagy rosszabb esetben cunami. A közmondásuk úgy tartja, hogy amikor esik, a föld egyesül a sárkánnyal. A szóban forgó sárkány neve egyébként Lung. Minden egyes kínai császárról úgy tartották, hogy egy sárkány leszármazottja. A császárok trónját sárkánytrónnak nevezték, továbbá a kínai zászlót egészen 1911-ig sárkánnyal díszítették. Itt még sorolhatnék millió egy vonatkoztatást, de érted, hogy mi a lényeg. A mezopotámiai mitológiában úgy szintén megtalálható egy sárkány prototípus, aminek a neve Tiamat. Na most, Tiamat az egy piszok nagy kígyó, és durván időszámításunk előtt 2300-ban jelenik meg először. Ez nagyon lényeges, ugyanis ha átugrunk Egyiptomba, nekik is van egy saját elősárkányuk. Az egyiptomi sárkány Apep, avagy közismertebb nevén Apophis. Apophist először a középbirodalom időszakában említik, ami durván időszámításunk előtt 2100-ban kezdődött. A mezopotámiai és egyiptomi protosárkányok közötti összefüggés nem csak annyi, hogy majdnem ugyanakkor keletkeztek, és nem csak annyi, hogy mind a kettő egy hatalmas kígyó. Tiamat egyetlen célja az, hogy a világot elemészze a káosz. Ki nem találod, Apophis célja pontosan ugyanez.
Tehát összegezve, Tiamat és Apophis alkotják azt a sárkány elődöt, amiből majd szépen lassan megszületik Jörmungand, Fafnir, Ankalagon, Smaug, Drogon, meg a többiek. Az első sárkányok minden esetben hatalmas kígyók, amik túlnyomó többségben a vízben éltek. Ezek a káosz kígyók a görögöket is lenyűgözték. Eltelik vagy 600 év. Időszámításunk előtt 800-ban megtörténik egy mai napig rendkívül jeles esemény. Homérosz befejezi az Iliászt. Az Iliászt története az plusz-minusz az időszámításunk előtti 13. században játszódik, csak ugye 800-ban vetette papírra. És azt kérdeznéd, hogy mi köze van az Iliásznak a sárkányokhoz? Kékes acélból 10 csík volt beleverve a vérbe, közte 12 színaranyból, 20 pedig ónból. Három acélsárkány tekerőzött föl nyaka mentén két oldalt, és éppen olyan volt, mint a szivárvány, mit jelként a halandóknak felhőre szögez Zeus. A görögöknek köszönhetünk egy rendkívül ikonikus szót, ami úgy hangzik Drakon, aminek a jelentése kígyó, vagy sárkánykígyó. Ne felejtsük el, hogy a görögök is rendelkeznek saját protosárkányokkal. Az egyiket biztosan ismered, ez a Hydra. Ugye nem meglepő a tény, hogyha a görögök csináltak valamit, azt a rómaiak igyekeztek átvenni. Tehát magától értetődik, hogy átvették a Drakont is. Megszületik a görög Drakon latin megfelelője, a Drakó. A római sárkánykultusz érdemben a hadsereget befolyásolta. Ugyanis az időszámítás utáni második századtól kezdve minden egyes római kohorsznak volt egy saját Drakója. Az ember, aki a kohorszok Drakóját hordozta, a Draconarius. A Drakó az egy amolyan jelvény, de ennek volt egy sokkal praktikusabb vonatkoztatása is. Példának okáért a lovasíjászok használták, mégpedig arra, hogy megfigyeljék, merre fúj a szél. Na és akkor, sárkányölő Szent György. Megtörtént, odament és megölte a sárkányt. A sárkány megölése az annyira nem fontos, de ami nagyon lényeges az az, hogy miért ölte meg. Van egy őskeresztény mű, aminek az a címe, hogy a Jelenések könyve. Ebből mindenképpen idézni kell egy kicsit. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki az egész világot tévútra vezeti. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Megragadta a sárkányt, az ős kígyót, vagyis az ördögöt, a sátánt, és 1000 évre láncra verte. Ha eddig nem lett volna egyértelmű, hogy a nyugati sárkányok miért lettek gonoszak, ezért. A keresztény mitológiában a sárkány az ördög szinonimája. Itt ugye mindenképpen meg kell említeni Drakulát, aki eredetileg úgy szerepelt, mint a sárkány fia, aztán lett az ördög fia. A farkas embereknél már megbeszéltük, hogyha valakit vagy valamit párhuzamba állítanak az ördöggel, annak vége. Tehát ettől a pillanattól fogva az történik, hogy a nyugati sárkányok létezésének egy és csak is egy értelme van. Az, hogy valaki megölje. Ez viszont nem minden esetben igaz, ugyanis a középkori emberek fejében elkezdett gyökeret verni egy gondolat. Miszerint a sárkány, mint anyag hasznos lehet. Nem tudom, hogy hallottál-e már a sárkánykőről, de ha még nem, akkor most fogsz. Szevillai Izidor, akit később szentté avattak, írt egy nagyon érdekes könyvet, aminek a címe a kövekről és fémekről. Ebben a műben nagyon szépen kifejti, hogy mi az a sárkánykő. Azt sárkányagyból nyerik, ám csak akkor lesz belőle drága kő, ha élő állatból metszik ki. Ezért vágják le a varázslók az alvó sárkányok fejét. Akik bemerészkednek a sárkányodukba, preparált magot szórnak ott szét, hogy elaltassák a vadakat, s amint azok álomba zuhannak, levágják a fejüket, és kitépik a drága köveket. Azoknak a gyógyszereknek a száma, amikhez sárkány fogat, fejet, belet, szívet, szemet, farkat és egyebeket kell szerezni, meglehetősen nagy. A középkori sárkányvadászokat már nem csak a színtiszta gyűlölet, hanem a haszonszerzés is motiválta. Ez a kettő egy rendkívül félelmetes kombináció, ugyanis ha szemügyre veszed az indiánok kiirtásának miértjét, az okok ugyanezek. Papírra vetnek két új művet. Az egyik az első angol nyelvű eposz, Beowulf, a másik a konkrét skandináv mitológia. Beowulf egyik ellenfele egy sárkány. A lényeg az, hogy az akkor még nem hősünk megöli, majd hőssé válik. A skandináv mitológiában legalább három sárkány létezik,
Nidhögg, Jörmungand, illetve Fafnir, akik mindannyian gonoszak, viszont nagyon izgalmas, hogy Nidhögg az egyetlen, akit nem öl meg senki. Apró érdekesség, itt van nekünk Arthur király. Ő maga jelen pillanatban teljesen lényegtelen, viszont az apja az lényeges. Arthur király apját úgy hívták, hogy Uther Pendragon. A neve szó szerint azt jelenti, hogy Uther a fő sárkány. A sárkányok felfedezése, habár elszórtan, de valódi tudományos munkának tűnt. Volt egy úriember, akiről biztosan hallottál már, úgy hívták, hogy Marco Polo. Marco nagyon szeretett utazni, illetve az utazása során jegyzeteket készíteni. Ebben a tartományban olyan hatalmas kígyók tenyésznek, hogy megrémül, aki látja őket, és megborzad, aki hall róluk. Elmesélem, milyen hosszúak és milyen nagyok. Állítom, hogy némelyik 10 lépés hosszúra is megnő, egyik nagyobb, másik kisebb. Hordónyi vastagok, mert a nagyobbak kerülete 10 tenyér is megvan. Fejüknél 2 talpuk nő, de nincs ujjas lábuk, csupán karmaik, egy nagyobb és 2 kisebb, mint a sólyomnak vagy az oroszlánnak. A fejük igen nagy, a szemük pedig világít, és nagyobb, mint egy jókora cipó. A szájuk olyan széles, hogy egészben le tudnak nyelni egy embert, és tele van hegyes fogakkal. Röviden, olyan rémítőek és szörnyen csúnyák, hogy ember és állat félelmében egyformán megdermed előttük. Na most, az a lény, amit Marco Polo leír, nem létezik. Viszont az, ami létezik, és majdnem minden kritériumnak megfelel, az a krokodil. Ne vegyél rám mérget, de Marco Polo krokodilokat látott. Ha ez nem lenne elég tudományos, itt van egy kis hazai. Erdélyben vannak barlangok, amelyekben sok érintetlenül maradt sárkánykoponya és csont található. Nem lehet pontosan tudni, honnan és hogyan kerültek ide ezek a szörnyek. Kiváltképpen azért, mert azon a vidéken ilyenfajta állatok nem élnek. Néhányan úgy tartják, hogy az özönvíz idején Afrikából vagy máshonnan, ahol sárkányok élnek, a kiáradó víz sodrásával kerültek ide ezek a testek. Egy sárkányfejet pedig ajándékba kaptam, amit részben a dolog hitelére, részben emlékére megőrzök, hogy honfitársaimnak megmutassam. Magyarországon a 17. század végén valódi kézzel fogható, továbbá tudományosan megvizsgálható bizonyítékot találtak. Volt egy úriember, akit úgy hívtak, hogy Hein Péter. Hein kíváncsi lélek volt, meg nem mellesleg ő is elolvasta az előbb hallott irományt. Az történt, hogy 1671-ben Péter nekilátott, hogy felkeresse ezeket a sárkánycsontokat. Talált egy parasztembert, akitől megvett egy fél méter hosszú koponyát. Ezt a koponyát egy levél kíséretében abban a pillanatban elküldte egy német kollégájának. A Dunajec partján nyílik a hosszú barlang. Rengeteg csont van benne, s valamennyi cseppkő fedi. Akik arrafelé juhot legeltettek nyáron, erősen bizonygatják, hogy a Kárpátok barlangjai tele vannak csontokkal. A hatás meglehetősen nagy volt. A németországi fizikai és természettudományi ritkaságok folyóiratban megjelent egy közlemény, aminek a címe De Draconibus Carpaticis, avagy a Kárpátok sárkányairól. A közlemény megjelenését követően Hein Péter küldött még egy levelet, amiben a következőt meséli. A másik barlangot egy liptói nemes rajzolta le vázlatosan. Ez a nemes írta, hogy Ung megyében az előző évben egy eleven sárkányt láttak. A levél utolsó mondata az egészen zseniális. De veritate rei, cut concernit dracones nihil dubitandum. A sárkányok létezésében tehát nem lehet kételkedni. A kárpáti sárkányok legendája nem sokáig tartott. 1725-ben már sikeresen megcáfolták, miszerint azok a csontok biztosan nem sárkánytól származnak. Aztán 1806-ban Georges Cuvier, francia természettudós, biológus, antropológus, meg még vagy 300 másik szakterületben járt a személy, rámutatott, hogy az, amit Hein Péter sárkánycsontnak gondolt, valóban ősi, de nem sárkánytól származik. Az egykori gazdája nem más, mint az Ursus Spellaius, avagy a barlangi medve. Tehát összegezve a tényeket, valóban voltak ott csontok, amik valóban nagyobbak voltak, mint bármilyen más csont, amivel eddig találkoztak. Az a koponya, amit Hein Péter megvásárolt, valóban fél méteres volt, ugyanis a barlangi medve maga piszkosul nagyra nőtt. Mindenképpen meg kell beszélni még 3 dolgot.
a mérget, a tüzet, illetve a szárnyakat. A korai sárkányok többsége mérges. Mérget használtak, mint fegyvert. Ebben semmi lehengerlő nincs, ugyanis az első sárkányokat kígyókról mintázták. A kígyók többsége rendelkezik méreggel, magyarul a sárkány az nem más, mint az emberi félelem megtestesült alakja. Ugyanakkor, ha másképp értelmezzük, akkor a sárkány nem más, mint a megtestesült földi hatalom. A tűzokádást, mint jelenséget nem lehet pontosan megmagyarázni. Igazából nem is kéne, de hát ha már itt vagyunk, természetesen itt számításba kell venni egy nagyon lényeges közmondást. Miszerint úgy fél tőle, mint a tűztől. Ha konkrét példát keresünk arra, hogy honnan vették ezt az egész tűzokádás dolgot, akkor annyira nem nehéz kitalálni. Ez egy gejzír. A sajátosság az, hogy messziről úgy tűnik, mintha füstölne a föld. A legrosszabb esetben ez lehet tényleges vulkanikus füst. Azonban gyakorta csak vízgőz. A nyugati sárkányokról tudni kell azt, hogy barlangokban laktak. Ez a történet úgy született meg, hogy látták a gejzíreket, amik ugye gőzölögtek. Tehát kézen fogható magyarázat nélkül egyértelműnek tűnt, hogy az ott egy sárkány barlangja. És akkor itt kitérhetünk arra is, hogy miért őriznek a sárkányok kincset. Kinek állt érdekében az, hogy ezeket a gejzíreket sárkánynak titulálják? A bányászoknak. Ugyanis mindaddig, amíg a többi ember azt hitte, hogy az ott egy tényleges sárkány, a bányászok teljesen nyugodtan kitermelhettek mindent. Nem volt konkurencia. A szárnyakkal kapcsolatban nem tudok semmilyen pontos információt, viszont elmondom az elméletem, aztán eldöntöd, hogy tetszik-e. Először is, egészen simán megtörténhetett, hogy találtak csontokat, amik úgy néztek ki, mintha valami hatalmas, szárnyas lénytől származnának. Félreértés ne essék, meg lehet, hogy ténylegesen valamilyen szárnyas lénytől származtak. Továbbá, ha van egy szörnyetek, az sokkal félelmetesebb szárnyakkal, mint azok nélkül. Ez a sokkal félelmetesebb tényező döntő szerepet játszik. Tehát azért okát tüzet, mert gejzír, és azért őrzi a kincset, mert a sárkány legendával burkolózva a bányászok nyugodtan kitermelhették a kincseket. Azért szárnyas, mert vagy találtak olyan csontokat, vagy csak simán nem volt elég rémisztő, tehát egy kicsit megmókolták. Nem tudom, minden egyes sárkány legenda emberi mi voltát, de ezzel az elmélettel pont annyira vagyunk közel a valósághoz, amennyire csak lehet. Összességében, ha feltesszük a kérdést, hogy miért jó a sárkánynak, nem jó neki. Az egész történetben mindösszesen kettő pozitív szempontot találunk. A mesékhez kiváló alapanyag, illetve mivel soha nem léteztek, nem tudtuk őket kiírtani. Ez lényeges. Szóval ez lett volna a sárkányok története tömören. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!